Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tényleg ő a te lelki társad? Ez a kérdés, és a választ megadják a kártyák. Ez egy általános kivetés, de ha gondolod, felteheted ezt a kérdést, tényleg ő az én lelki társam, és megrendelhető ez a jóslás, és akkor az egy személyes jóslás passzol a te helyzetedre, ennek a díja 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek jelenleg a kártyák. Itt bal oldalon láthatóak a te képeid, veled szemben az övé. A nap jelenti a te jelenlegi helyzetedet. Megvan nálad most ez a kisugárzás. Mások észrevesznek téged, sikereid vannak. A nap megvilágítja itt az élet, utadat, vannak komoly elképzelések és célok. Nem fogod feladni, és eléred a céljaidat. Ami kettőtöket illet, itt látható ez a vonzalom kettőtök között. Azon kívül, mivel a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, látni fogod őt, vagy azt is jelentheti, hogy ő szeretne veled találkozni, hiszen látni akar téged. Ez a virágcsokor jelenti a gondolataidat. Vannak szép gondolatok most nálad. Az is lehet, hogy változtatni szeretnél valamit a külsődön, vagy megszépítesz valamit a környezetedben, amit ez a kártya még jelent, egy kreatív tevékenység, akkor kihat a hivatásodra, vagy egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. Az is lehet, hogy szeretnéd őt megajándékozni. Ami az érzelmeket illeti, az itt látható, és ez a kártya jelenti a te hitedet. Te hiszel bennem, hiszel ebben a szerelemben, hiszel a jó Istenben. Azt is jelenti ez a kártya, hogy tényleg ő a lelki társad, hiszen ez a találkozás nem volt véletlen. A sors utatok kereszteződött. Itt a csillagképek szintén erre utalnak, hogy minden úgy volt és úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ez a kereszt jelenthet döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon, ahol a nap mindent megvilágít most, elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és akkor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, fontos döntésekről lesz szó. Most megnézzük az ő lapjait. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ő tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, és ő úgy érzi nálad, le tud horgonyozni. Az jelent egy stabil párkapcsolatot, sőt, itt van hozzá a kulcs. Ő biztos magában tudja, hogy mit akar. És te állsz itt a középpontban, hiszen csodál téged, azon kívül szeret téged. Megvan nálad ez a tiszta kisugárzás, egy tiszta szerelem, egy lelki kapcsolat. Amit ez a virág még jelenthet, a Lenormand kártyánál néha utal szexuális témákra is, tehát megvan ez a vonzalom köztetek. Itt láthatóak a madarak, ami jelenti a könnyűséget, a vidámságot, az éneket, a zenét, de utal a beszélgetésekre is. Ő nyitott arra, hogy beszéljen a szerelemről, a lelki kapcsolatról, vagy esetleg a testi kapcsolatról.
Itt kinyílik számotokra ez az ajtó, ezek a lehetőségek, és itt az utolsó kártya jelenti a nyilvánosságot, felvállal a nyilvánosságon, vagy összefuttok a nyilvánosságon, de jelenti azt is, hogy ő értékel téged, és megkapod tőle az elismerést. És ez volt a felvétel. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!